Hello mindenkinek, folytassuk az Asterix and Obelix XXL 2 végigjátszását. Ugye most ott tartunk abba, hogy Lutíciát nagyjából megcsináltuk, de még nem teljesen, viszont majd vissza kell majd térni. De most haladunk Venícia felé, és akkor ott keressük tovább a foglyul ejtett druidánkat. Na! Kezdetnek, jöjjön egy kis beat'em up szegmens. Egy biztos most le vagyunk zárva. És most aktiválódik, valamiért most nincs zene. Na majd lesz mindjárt. Most van. Jó, már azt hittem, hogy most bebágosodott és nem akart csinálni. Na, tehát 81 légionárius kell kiiktatni. Egyébként azt a sakktáblának kinéző platformot kell majd kiiktatnunk egy hatalmas fölbedöngöléssel. De majd arra is majd sor kerül. És jelen esetben ki kell iktatnunk ezeket, mert le van zárva az út, és csak akkor tudunk tovább haladni, ha ezeket kiiktattuk. Nem talált el? Anyád. Ó! Elfelejtettem leütni. Most a jó. Figyelj! Meg vagyunk. Most már fölnyit az... Ott van még egy rémen. Na szóval megérdemelték, vagy sivatag? Na mindegy, ott van még nagyobban, itt van rémen képe. De a legjobb, ami itt van. Ez Toad! Egy Toad légionárius. Na! Ó! Ezt még nem vettem észre itt az oldalaknál. Igen, az ott Pac-Man, légionárius sisakban. Ez meg Toad, nem? Az alsó fülesek, ami hogy a fül alatt így lelógnak, azok nem tudom hivatalosan, azok a lemezek, abból majdnem azt következtettem volna, hogy Toadettet látom, de nem, ez Toad. Just look at that gulls, a city with water for streets. Makes you wonder where they get their ideas. Anyway, you're not far from a druid in need of rescuing. See that slab in the canal? It doesn't look too solid. You must have noticed that when you passed over it. If you try a double jump, megmondta egy ilyen fölbedöngöléssel fel tudjuk törni a gátat, és fel tudjuk emelni vízzel a területet, és így át tudunk úszni a túloldalra. Oké. Okay. This attack, you'll need to jump from a piece of the
És igen, minél magasabbról csináljuk a földbedöngölést, annál erősebb, és lehet látni, hogy konkrétan meteorként csapódunk be. Ami szerintem zsírkirály. Ott ez egy V betű. De mert csak egy V betű, nem dupla V, tehát az nem a Visarius Visionsnek a logója. Azért nagyon ki lehet szúrni a különböző easter egg-eket így a háttérbe lóva. De itt is mind, például az, ami most állok, szintén a Microid rajta van. Egyébként ne keressétek az eredeti kiadásban, 2005-ösben, mert ott nincs benne, mert akkor még nem a Microid készítette. Lehet, hogy ezek ki vannak cserélve. Meg itt a kis zászlóknál izé Yoshi tojás, meg gombák a Super Mario-ból. Tehát szuper gombák. Aztán van ott egy kutya a sisakban, de most az... Igen. Csoda Turmis megint G-menezik egyet. És elmegy. Tehát nincsen foglyú lejtve, hát akkor lehet, hogy valami más... Nézzük csak azt a kettőt ottan. Ah, ott egy Super Mario. Az a szobor ott elől. Alakzatban tök úgy néz neki, mintha Dexter lenne, a Jack and Dexterből. És szerintem ez Dexter. Ez Dexter, így van, ez Dexter. Aztán itt ez a két sisak, nézzük csak. Ez a Cézár pózol, meg mellette a Solyma. Szerintem ez egy kicsit olyan, mintha Jack lenne a Jack and Dexterből, de lehet, hogy nem ő lesz az. Viszont ott mellette az a légionárius, az szintén Raziel egyébként. Meg az az arc is emlékezetes valamire. Mintha Andross lenne, de nem vagyok benne biztos a Star Fox-ból. Szóval itt meg... Nagyon sok easter egg van, gyerekek, csak használjátok a szemeteket. Na és akkor itt van újra a bolt, amivel újra tudunk aktiválni... Szerintem ezt most oldottam föl. Vagy már azok alapból fel voltak oldva. Csak lehet, hogy aktiválni kell ilyenkor a kőtáblát. Na, hát akkor ezt lehet, hogy majd beszoptam, na mindegy. Itt a bolt. Nézzük, újdonság a Roman aerodinamika. Ezek a rómaiak nagyon hihetetlenül aerodinamikusak, nagyon légdinamikusak. A rómaiakat megütni a pörgő lasszózása, 35% esély van arra, hogy kikábulnak tőle. Tehát, hogy szétesnek tőle, tehát, hogy stunolom őket. Na és akkor egy ezresért, látjátok, nagyon, nagyon olcsón vannak most így a legtöbb esetben. Ó, Super Sonic római, ez Sonic. Bright Yellow Roman, ez egy Pac-Man. És Pablónak hívják a Mario Legionáriust? Jé, Pablónak? Valami random itáliai nevet raktak oda. Illetve külön egy Csoda Turmix a G-menes kinézettel. Na, vegyük meg a plusz életenergiát, most már 5 szívünk lehet. Aztán az aerodinamikát, amikor 35% esély van arra, hogy lesztánoljuk a pörgéssel a rómaiakat, akiket eltalálunk. Vannak madarak, de én szerintem lehet, hogy izék. A Duck Hunt-osok. Na, ugrassuk át Obelix-et a túloldalra. Jó, kiiktattam Mariót. Most fölnyílt az a platform, ahol a aranyludakat találtam. Kicsit arra emlékeztet az aranyludakra. És akkor be is lehet menni a vízbe, mert ott is van egy csomó dolog. Például ott egy postalevél. Egy képeslap. Ó, extra pajzsok. Nézzük rá, igen. Ó, Ryu alkalmazott egy Hadoukent másik Ryu ellen, de az annyira szét van nyújtva az a Hadouken, úgy néz ki, mint a Kamehameházna, de pedig az... Illetve Mario a Flooddal locsolgatja a fákat. Mondjuk tök jó néznek ki. Ó, itt egy gyémántsisak, meg aranysisak. Hát keverem az első részes aranyfejdíszekkel.
Itt van egy. Na most akkor vissza tudtam térni, közben még Asterix is beugrott velem a vízbe. Mindegy. Aha, itt tudok átmenni, és akkor Asterix-szel is ki tudom ittatni a másik Mariót. Így. És akkor feloldottam a platformokat, amiken át lehet ugrani. És akkor azokat a gombokat le lehet nyomni. És akkor lesz egy kis akció. Aha, így lehetett volna visszajutni, most már aktív mindegyik platform. És akkor ide jöve. Várjál! Ez egy puzzle. Nem véletlenül állt oda a Mario, mivel azzal egy platformot tudtam elfeloldani, és akkor ezzel szerintem Obelix is át tudott jutni. Na most várjunk, most nem mozdult meg, mert vagy beakadt, vagy nem tudom mi az Isten csinál, de nem tetszik, hogy azt csinál. Na most bezzegjön. Az a megy csak, hogy Asterix tudott átmenni. Obelix-e, hogy tudok majd átjutni? Én ezt már egy sem tudom nyomni, azt csak az a romaiok tudták lenyomni. De itt akkor mi van? Na most egy kicsit meg vagyok akadva, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Csak több Slix jön velem, az jó, mert most Asterix egy olyan pontra állt, ahol most a játék érzékelte, hogy most nem kéne megmozdulni. Ez egy platform feladvány, de most én most egy kicsit meg vagyok lőve, mert nem tudom, hogy most hogy tudjak átjutni Obelix-szel. Várjunk csak, megvan. Vissza kell lövetnem őt. Vissza kell lövetnem őt, és akkor rá kell állítanom a platformra, és akkor utána Asterix-szel most már át tud menni a másikra. Ugye csináltam neki egy utat, mert most még nem tudott átugrani, mivel a platform nem volt kész. És akkor csak így szépen ráállítom, így, és most már tudok váltani, Obelix ott marad. Nem maradt ott, mindegy, de legalább megállt ott, amíg ott állt a nyomógombom. Most már rá tudunk ketten állni a platformra. Hú! Én nem gondoltam át a dolgot, de most már megvan. És akkor most hátul megnyílt az az ajtó, és megjelent a Bright Yellow légionárius, azaz a Pac-Man légionárius Pac-Man pajzssal. Egyébként a heavy kategóriába sorolható. Igen, tehát ő a kb. Centurió hajlamú, és nem lehet kivédeni a támadásait. Igen, olyan támadásai van, mint a izének a... Ugyanolyan támadása van, mint a Centuriónak, tehát hogy föntről nem tudom elkapni, csak vagy megdesselem, vagy éppen egy kicsi légionáriussal megdobom, és akkor lekábítom. Tehát ezt kábítással tudom csak kiiktatni. Na itt többfajta megoldás is van. Most
már szép nagyban is lehet csodálni Rayment, Pac-Ment, Toadot, Razielt. Aha, így az ajtókat lehet így kinyitni. Ami hasonló átjáró, mint a metrós. Ezek a zöld-piros gombok, amik szakaszátvezetők. És akkor ezekkel a gombokkal lehet menni a következő pályára. Az éjszakai hangulat az megvan. Azok. Space Invaders és Tetris darabok. Hopp, vissza! Nem, ott fönt azt a cuccot észre lehetett venni, ami igazából... Nem tudom kiolvasni, mert a kamera nem igazán akar együttműködni velem. Viszont ott az a két szobor ismételten Dexter légionáriusok. Igen, itt vannak a célkeresztek, amiket csak úgy lehet aktiválni, hogyha rájuk dobom a rómaiakat. És akkor ezzel tudjuk aktiválni a mellette lévő ajtót. És egyébként instant be van lokkolva, tehát nem kell hajmeresztően, hajszál pontosan célozni. Na, föl lehet venni azt a gyémánt sisakot? Szerintem ezt föntről kell valahogy feloldani. Valahogy biztosan fel lehet oldani azt valahogy. Nem, ott instant csúszok. Igen, jelez. Várjunk csak. Ó, itt lefele mehet menni. És ott egy instant bumper, amivel el tudjuk érni a gyémás sisakot. Jó van. Clanket felfüggesztették, és az Omniverench van mellette. Na itt egy Ratchet & Clank easter egg. Na, nesze gyerekek. Akció. Meg ez a nagy homokóra benne a kék lánggal. Ez meg szerintem Prince of Persia utalás a Sense of Time-ra, az idő homokjára. Biztos vagyok benne. Á, ez nem, most nem kell a plusz szorzó. Bocsi. Jó, már feloldottuk az ajtót, de még folyamatosan spawnolnak a légionárisok. És akkor ott is valami. Szerintem ezek megállás nélkül jönnek, úgyhogy meg átpazarolni a levegőt rájuk. És ha már Ratchet, ott van egy óriási Ratchet szobor. Ha már volt sok Dexter szobor, meg egy Clank óra működő, meg az Omniverench kattogó, ott van fölötte a Ratchet szobor. Na, tessék! Az is valami utalás ott az a cifrás arany bordós cucc, csak én nem látom át a dolgot. Az az óra meg szintén szerintem valami akar lenni. Utalás, csak rohadtul nem jövök rá. Na. Haladjunk tovább.
mert csak húzom az időt. Egy Raziel. Microids. Tehát így nagyon ki lehet szúrni az easter egg-eket. Valamiért, várjál. Aha! Ez duplázódva van. Tehát most nem gombokkal. Meg kell venni a harangot ezzel a platformon, és akkor már alapból elérhető. Itt van egy fast travel point, most már megvan a két veneciai fast travel point. Szóval így aktiválni kell őket, hát akkor beszoptam. Ó, oh, ott van Donkey Kong, már így az arcomba, és mellette szám az Peach. Aktiválnom kéne ezeket, csak az a baj, hogy az... Jó, feloldottam ezt a kettőt is. Ja, itt a Cleopatra küldetés című filmben volt, beszélgettek a légenellenállásról, hogy minél durvábbak a sisakok, annál kisebb a légenellenállás, és akkor jobban lehet röptetni a légionáriusokat. Meg a landolás nem zökkerőmentes. Taverna. Na ez az oroszlán, ez nem tudom mit akar. Viszont itt oldalt ez a... Már mindjárt megfordul. Erre most kíváncsi vagyok. Lehet, hogy hirtelen nem fogok rájönni, hogy ez kicsoda. Hát... Ez nem tudom ki lehet. Lehet, hogy ti tudjátok, de én most hirtelen nem tudom ki ez a delikvens. Viszont akik az órákat verik, várjál meg, ott van az a nagy hosszú úrú, kockás izé, nagyon mosolygós arc, azt hirtelen nem fágom kicsoda. Viszont... Hoppá! Ott van egy óriási nagy Crash modell. Crash Bandicoot. Vagy Caddy Cross mondaná, Crash Benuka. Illetve ott van Donkey Kong a hordóval, ráadásul a trademarkos nyakkendőjével. És mellette van egy hercegnő. Hát szerintem... mivel nagyon pici haja van, lehet, hogy Daisy-ről van szó, de az is lehet, hogy Paulina. Ahogy az első nő a Mario szériában, akit ugye Donkey Kong elrabolt, és az ő játékában létezett igazából legelőször. Meg az a két repülőt delikves, az nem tudok kicsoda. Viszont akik az órát verik, vagy a órát, a harangot verik itt középen. Így profilból. Hát... Először én azt hittem, hogy úgy néznek ki, mint azok a oszlopfejű alienek az Oddworld évzadösziből. Tudjátok, akik a rabszolgatartást csinálták. Igen. És ott van a csillag, a halhatatlanság csillag. Itt egy szóval egy csomó mindent észre lehetett venni. Szóval többféle módunk is van, ugye a fáklyákat kéne aktiválni. Viszont ez obi kell. Aha, ide ugrott. Jó. Á, ezért hallottam ezt a nyikorgást, mert itt van elsőnek a teknős hadosztály. Akik ráadásul soronként kell kiiktatni. Ennyi volt a sünhad. Extra pajzs. Na, és akkor aktiválják a fákját. Aha, négyet kell aktiválni. Ugyanúgy. Szóval semmi újdonság. És akkor várj, akkor
Ja, ott van lent még az a cucc is, amit ugye fölbedöngöléssel tudunk aktiválni. Ezt meg szerintem azt úgy tudjuk, hogyha így csinálok, mondjuk így. Valóban nagyon mélyre süllyedhettünk. És van itt egy mini játék, egy Time Attack mód. Most már vissza tudunk mászni valahova. Aha. Itt újra most már nagyobban láthatjuk a halhatatlanság csillagokat. A Super Mario-ból. Ó, és itt egy gyémánt sisak. Szóval azért volt ez így megcsinálva. Aha. Jó, hallok egy másik teknős hadot is. Mert szerintem azt úgy tudjuk elérni, hogyha itt Asterix-szel megyek át. Így az ostoros csapásokkal az a jó, hogy így messzebbről is el tudom kapni. Tehát így nagyobb lesz a hitboxom, és ezzel el tudom kapni a teknős adott anélkül, hogy megsebeznének a láncsáikkal. Jó, 4-ből 2 megvan. És az egyiket, azt jól látom, az pont a crash szobor alatt fogom aktiválni. És ahhoz egy platform megoldást kell csinálni, csak a kamera annyira jó fej. Aha. Ha itt lehetne felugrani hozzá, anyád. Csak az a baj, Paulina nem hordott koronát. Ezért szerintem inkább vagy Peach, vagy Daisy, de a Donkey Kongnál egyik sem volt, és tudjuk, mindannyian tudjuk, hogy a Donkey Kongos játékban, az első Donkey Kongos játékban Pauline volt a nő, akit vitt a szörny. Jó, már csak egy van hátra, azt meg hol találjuk meg. Gondolom azt a túloldalt fogjuk megtalálni. Valahol ott, ahol én nem veszem észre. Ah, ott volt fönt végig, csak én nem vettem észre. De várjál, én azt már aktiváltam. Nem aktiváltam. Most már megvan mind a 4. És azzal feloldottuk ezt az oroszlán platformot, amivel lejjebb mehet menni. És mekkora meglepetést tudunk alkalmazni a légionáriusoknak. Most szarjatok be! Jó, visszaértünk. Ez... Lehet, hogy ismerősnek kell lennie nekem, de most hirtelen nem tudom. Na, végre ott a színház szimbóluma. Ú, de hiányzik. Egy ilyen csúnyán néző hold, de nem démoni szemekkel. Ez lehet akár a Majora Maskból a hold. A gyilkos hold. Lehet, hogy nem ismerek föl elsőre minden easter egget,
De nagyon ritkábbik eset, de hát láttátok, a legtöbbjét úgy felismertem. Hoppá! Oda nézzetek! Egy nagyon szelíd, de ugyanazt a formát mutató Mortal Kombat logó, a sárkány logó. Na, nézzetek oda. Oda néz! Scorpion, Sub-Zero, get over here! Igen, igen, tudok az új filmről, meg a szinkronban átváltották a nagy Get Over Here legrosszabb fordítását, úgyhogy a gyere csak ide visszatér a klasszikus filmből, úgyhogy Get Over Here! És akkor ott van az életenergia, a beállításokban a végtelenségre állított idő visszaszámláló, illetve Scorpion wins. Fatality.